A vállalkozásoknál 50%-os visszaesést, a vendéglátóipari egységeknél pedig 80%-os forgalomcsökkentést mondtak maguk után a korlátozó intézkedések. A vállalkozások mellett a szakiskolai gyakorlati oktatás is veszélybe került. Elsősorban a vendéglátóegységek, turisztikai egységek, rendezvényszervező cégek szenvedik meg az Országos Vészhelyzeti Bizottság által meghozott korlátozó intézkedéseket. Nekik az összes előre lefoglalt rendezvényt vissza kellett mondaniuk, és csak azokat a klienseket fogadhatják a megszabott intervallumban, akik belépéskor felmutatják a zöldigazolványukat. Ez érinti a helyi beszállítókat, zöldségtermelőket, húsfeldolgozókat is, amelyek a vendéglátóegységeket segítik, mondta Híradón érdeklődésére Szatmári Zsolt, a Szent György Menedzser Klub elnöke. A klubtagságunk felméréséből látszik, hogy egy olyan 40-50%-os visszaesést hozott az új intézkedés, viszont más vendéglátóipari egységek vezetőjét is megkérdezve arról értesültem, hogy vannak olyan helyek, ahol akár 80%-os forgalom visszaesés is van. Nem csak a forgalom visszaesése és a rendezvények, konferenciák kimaradása jelenti a problémát, hanem az is, hogy az online oktatás miatt bonyolultá vált a cégeknél, intézményeknél leszerződtetett szakmai gyakorlat is, ami a szakmai utánpótlást teszi kérdésessé. Mivel, mint a legtöbb szakma, a vendéglátás elsajátítása is elég sok gyakorlatot igényel, ezért a diákoknak nagyon nehéz ezt online elsajátítani, véli Kovács István, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátók Szövetségének elnöke. Nem tudom, hogy milyen személyzetben fogunk dolgozni, mert itt a másik baj, hogy az a diák, aki pont a felszolgálás kérnek tanulja, ahol kell egy kicsit kézügyességes, az online nem tudom, hogy fog két tányért megfogni és felszolgálni, vagy elmondani, miben van a szósz, hogyha ő online tanult, és nincs gyakorlat, mert sajnos ide nagyon fontos a gyakorlat a vendéglátáshoz, a felszolgáláshoz, akár konyhai személyzetnek, akár kiszolgáló személyzetnek. Bár sem a turisztikai, sem a vendéglátóipari egységek működése már nem lesz olyan, mint amilyen a járvány előtt volt, de összefogással, a helyi vállalkozások támogatásával, illetve az intézkedések betartásával ki kellene kerülni ebből a válságos időszakból, vélték az általunk megkérdezettek.